Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Folytassuk a Season 5-ös kalandjainkat az infernális hordákkal. Jelenleg 77-es a kis mágusom. Baromira élvezem ezt a chainlightingos sorcit. És hát... most tovább fogjuk gírálni. Ez a terv. Gyorsan megnézzük, hogy mi van itt a shopban. Mennyire akarja a Blizzard ismét a pénzünk. Na! Anuman, végre! Hát férfiakon is meg tudjuk nézni ezeket a mágus szeteket. Aha! Hát ez nagyon durva. A powerful calling. Nice-os. Sound selection. Jézus, milyen jól néz ki. Jó lesz majd az a szezon. Jó lesz majd az a szezon, amikor barbározni fogok. Az komoly tetkó, amúgy. Ez ilyen egyszerű kis tetkó. Ez is sorci. Az anyját. Ja, most ezt meg kell nézni, hogy milyen férfin. Hát igen. Hát igen. Komoly, komoly. Ezt néztük? Kevin. Köszi szépen az 5 hónapot. Jó, ezt nézzük meg férfin. Jaja, Kevin, lassan fél év. Köszi szépen. Köszi szépen. Sound selection. Milyen Frost Mage skin van itt, te jó ég. Az anyját. Nem tudom, szerintem ez még mindig izének áll jól. Csajnak. Azt a rohadt! Na rá, Martin. Hamarabb jössz, akkor még Delta Force-ozhatunk is volna. Very good. Ilyenkor jó, hogy van ez a szemkövetés? Hát meg kell nézni a lényeget, srácok. Jó, kész.
kész. Ancient Hydra Collection. Nem rossz, nem rossz. Egyébként nem rossz. Nem rossz ez a skin, de láttam ennél jobbat is. Ú, és van hozzá még ló is. Nyilván úgy van ló, hogy megveszed ezt 2800-ért. Aztán van mellé back trophy 1000-ért, meg egy imót, meg egy headstone. Tehát ez akkor már 3800, és akkor 5600, úgyhogy megveszed hozzá még a lovat is. És az 5600 az annyit jelent, hogy 50 eurós csomag. Akkor kettőt kérek. Akkor rögtön kettőt kérünk, srácok. Jó? Jó van, mehet akkor a game. Most már, hogy így kisopoztuk magunkat. Szeretem csorgatni a nyálam ezekre a skinekre, megnézni, hogy mik vannak, és hogy milyen jól néznek ki, és hogyha valami igazán jót látok, akkor azt meg is veszem, eddig még nem vettem semmi extrát. Inventory rendezés. Azt hiszem úgy voltam vele, hogy majd streamen kívül megcsinálom. Na mehet. Amúgy ezeket nem tudom minek jelölöm. Magic Bear, kész. Te próbáltad az X-Sectionös részét, Martin, a Delta Force-osnak? Mert nekem azt tetszett a legjobban. Jó van, ezt az inventory rendezést, ez gyorsan el is van így intézve. Mert innen semmi nem kell. Egyedül mentél egy-két kört. Nekem az első köröm olyan volt, hogy full kommunikatív volt a csapat. Mindenki beszélt, én meg bíztam benne, hogy engem is hallanak. Aztán a második körben, ami az utolsó volt, akkor már nem nagyon kommunikáltak a srácok. Én nekem tegnap a Baldurról volt másfél óra mindegyik karakternek az inventory rendezés. Hát ez ilyen. Ez ilyen. Szervusz a Lukárt. Szóval mi a Chain Lightning-os sorcitoljuk, kell nekünk egy paragon tábla. Taktisanre mondtuk azt, hogy ez nincs meg. Ja. Na, aki esetleg nem látta volna, hogy milyen a Chain Lightning-os sorcim, a tegnapi streamnél 3000 attack power-öm volt nagyjából 3000 HP-val, és most már 10000, úgyhogy hát így a Helltie-nál jók vagyunk, a bossnál nem tudom, hogy mennyire vagyunk jók. World boss 2,5 óra múlva lesz, oké. Havok mód az nagyon jó, ha az Ascension-t adja be, a cracked pálya nem jön be az X-re, meg jó cucc, de egy-két dolgot mindenképpen változtatni kell rajta. Mehet a party? Mehet a party, persze. Hogyha ezek a skinek mondjuk harmad annyi lenne az ára, lehet többen megvennék, nem értem ezt a túlárzazást. Szerintem ez csak nekünk sok. Ha titán nem kéne amúgy. Amúgy megnéztem, olvasgattam így a build-emmel kapcsolatban, és ennek a build-nek az a lényege, hogy a Chain Lighting az annyi Chain Lightingot tolja kell, hogy ne szívja el teljesen a malámat. Ha elszívja teljesen a malámat, akkor rosszul csinálom. Mennyi volt ez a szám? 800 ezer? Akik boss tölnek.
Én egyedül akartam volna, csak összerakott randomokkal. Ja, azt lehet állítani. Azt lehet állítani. Nagyon jó amúgy, hogy estek a glifek. Ja, szóval mehet a parti. Bocsánat. El nem tudok kínválni. Elbambultam itt közben. Aztán mehetünk olyan infernál hordát is, ha gondoljátok. Mire írtad, hogy nem, Konix? Jaj, basszus. El kell nyomni az agyat, mert 77-es vagyok, és itt ilyenkor a mobok nem adnak jó lootot. Tehát innen gyakorlatilag mindent ki kell vágni majd. Nem megyünk Infernálhoz? Hát majd azt én tudom, jó? Ja, most már jó cuccokat dobnak. Na, bocsi. Bocsi, ne ugrom. Bár szerintem amíg átlovolsz, addig eljutunk a bosszig. Lemaradtam, mikor lettünk államosak? Tegnap. Tegnap már azok voltunk, és tegnap előtt a stream végén álltunk át a Firewall-ról, ha jól emlékszem. Hát én most ilyen kis health áldozást akarok nyomni, itt most úgy is esnek a jó itemek. Nem tudom, hogy mi az, amit a health áld ad, és mondjuk nem ad az új content. Nem enged inválni. Szava, víziló. Ha esetleg ki tudjátok, srácok? Hogy mi az, amit a health aid ad, és mert hogy mibe a többet a health aid, amit nem ad az új content. Na, csak ki tudtam nyögni. Nem a mauzil. A Battle Pass tírek azok rohadt jól jönnek. Living Steel, bár az is ad az új, de keveset. Aha. És akkor a Living Steel ugye a ládából. Aha. A random napalmot mit csinálja? Itt van egy mágus.
3-astól garantált Greater Affixos esik az Infernalba, úgyhogy inkább én azt tolom. Aha. Beférsz a negyediknek? Hogy a fenében a félnélben? Majd írj! Akkor ezután a Helltide után mehet egy kis új content. Mindjárt jövök vissza. Ezzel a Karimmal azért gyorsabb kicsit, ez boss killer. Ja, hogy neked két barbárod van, Neutron, az komoly. Azt hittem az előbb nem a barbára jöttél. Neutron megoldotta, hogy izé legyen loadoutja a Diablo-ba, felhúzott két barbárt. Hát végül is, hogyha a Blizzard nem csinálja meg, hogy legyen loadout, akkor elmésnek kell lennie az embernek. Na, majd talán majd a DLC-vel berakják a loadout választást. Igen, a Diablo 3-ba is később rakták be. Csak azóta már rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, hogy ennek a játékosok örülnek. DLC-be jön majd ilyen, na, zsír. Már tier 37. Greetings. Hello. Jó, egy kis malignant heart.
Egyébként mi a megoldás arra, hogy ne legyen ennyi infernál kompassza az inventorimban? Több infernál hordos izét kell játszani? Igazából csak ez a megoldás. Betöröd vagy nyomod, aha. Szeva cucu. Hát figyelj, az X-Action része nekem tetszett. A Gamesznak. Valószínűleg csapatban meg még jobb. Tehát csapatban a Tarkov is jó. Be tudod törni, aha. Akkor csak a jó rollosokat megtartani, többit meg betolni. Ja, szóval tetszett a Delta Force-os. Kérdés, hogy hosszú távon majd nyomni akarják az emberek az X-Section részét, hogy mennyi lesz benne a content, hogy mennyi vágynak az újdonságra a jelenlegi X-Section-ös gémek mellett. Pozitívum az, hogy ez ingyenes. Ezáltal, hogy ingyenes, többen tudnak játszani, ami jó, meg rossz is. Több ember fér hozzá, és több is lesz a csaló. Azt most lemaradtam itt a koponya rakásról. Nagyon gyorsan beraktátok itt a dolgokat. Még kacsintani se volt időm. Nem tudom amúgy meddig tart a Delta Force-os alfa, de lehet, hogy izé. Kellene majd egy csapatba tolni, de ezt még nem rágtam meg. Na, még csak elrepülni se tudod. Na végre. Végre én is beraktam egyet. Nagyon tetszik ez a Chain Knighting, hogy így gyakorlatilag ledarálja az enemit hatfogva. Jön. Ripass. Nekem úgy só.
Aztán nyitogatok ládákat. Hoppá, valaki kapta. Elolvasom, srácok, a csetet. Az előbb nagyon veszélyes volt itt a szitu. Na, megyek is nyitni. Cimbim Frozen Orb-ra spekelt át, hát az is atyaságos, az előző szezonhoz képest, pedig akkor se volt szar. Ugyanez a Chain Lightning brutál lesz, akszom. Kell majd még nekem egy izé. Egy... Mythic Unic. A ilyen resource-os Mythic Unic. Gyorsan elpakolunk, srácok, és megyünk tovább. A következő Helltide-os része, aztán pedig megy az új content. Bosszozni, mármint izé, nyomhatunk, bár nem tudom, hogy nekem mennyi és min van, milyen mythic bossra. Egyébként, de tőlem mehet. Új.
Jézus! Ja, sima boss-t akartak ölni? De nem, azt hiszem, sima boss-t is ölhetünk. Ja, nekem nincsenek glitch-jeim. Lejártak a chain lightingok. Ja. Figyelmetlen voltam. De ugye még nem járt le az idő. Haha. Milyen jó, hogy ilyen bugos a timer. Gyorsan eltesszük a cuccot, és akkor megyünk Neutronra. Neked nem bágos a timer? Nekem nem vágom, miért bágos a timer. Ja, direkt. Direkt nekem bugol. Na, a kövi, amit ki kell rakjunk, az egy Elemental Summoner. Így. Tíz óránk van a karakterbe. Jaj. Még elvileg Fish jön, és utána durrantunk. Neutron, nyomjét a coachingot. Anti-hero, én leszek a... Heroic anti-hero.
Vajon itt van fish? Amúgy. Wow, bambusz rügy. Köszi szépen a 14 hónapos támogatásodat. Köszi szépen. Eregjenek, srácok, a szvegek. itt van fish, mehet, let's go. Na, én Luther leszek. Ez tetszik. Én leszek a Luther. No title selected. Kösz. Pedig én akartam lenni a Luther. Jézus, bambusz ügy. Recs. Ja, én nem tudok Duriát idézni, sajnos. Beleshet a Mythic Unit, amúgy. A kék rózsa. A Brish eset? Nice. Csak gondolom az Uberből több eséllyel. Nagyon pörög a fazmó, azóta az emésztésem is rendben. God's Lair Crown. Hoppá. Sárja van-e valakinek egy darab? Nekem van, én adom is. Azt mondja, hogy Maozil trade. Shard. Ja, kidobhatom a földre is? Oké. Okay. Hoppá, egy kicsit sok chain lightningot pakoltam fel. Na, még egy ilyen kék rózsa. Köszönöm a rózsákat, meg az univerzumot. Jó, 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 okcse cuccó. Királyság. Srácok más bosszt is akarnak ölni, oda is megyek szívesen. Rosszul hívod a barátodat. Cuccó, azt kell mondani, Mr. Business. Mr. Business. Valamelyik arc úgy írt nekem e-mailt, srácok, hogy az lett a nevem, hogy Mr. Business.
The Business Hunter. Mr. Business. Na, egy új kinézet. Amúgy van egy item, amire azt mondják, hogy nagyon jól néz ki. Azt hiszem ez egy új unik. És azt mondják, hogy végre egy új tárgy, ami jól néz ki. Ja. Hoppá. Hát ezt lehet, hogy nem fogjuk tudni, akkor meg levesszük. És ezt feltesszük. Tehát ez nem is új. Akkor ez lehet, hogy nem az, srácok. Ja, ez valószínűleg nem az. Amúgy így néznék ki transmog nélkül. Régebben, előző kinézetben jobban néztem ki az a helyzet. Igen. Bőrfotel, szivar. Csak így nyomom. Uha. Nagyon morcosnak tűnik. Morcos, nagyon, nagyon morcos. Na hát, ide konkrétan semmim sincs. Járt rajtunk. Kompassz jól adja a boss matit is? Gondolom a materiálos ládából. Ez nagyon király, hogy nem kell kiszaladgálni. Velem aztán zírt is ölhetünk, aha.
Hú, mondjuk, tudom mi a baj. Át kell nézni az itemeket. Hogy van még hely? Jó, még van hely. Még van hely, jól van. Nincs para. Ezt meg tudjuk ezt oldani. Srác neve Liberatus. Ott jelezte a többieket, de én mégsem láttam őket ott. Az a helyzet. Na, nem tudok lemenni. Csalni akartam. Hát a sorcikák tudnak minden ugrálni, kivéve a Diablo 4-be. Na, ez van, bladom. Csak Stygian Stone-om nincs. A Zir az, aki egy helybe áll. Ja, valószínűleg az egy helybe állós. Dodzsoljunk? Na, figyeljetek, majd én halok meg először. Ha nem izét, megyünk, srácok. Ez gagyi lootot ad. Így is dobálom. Nem nagyon látom a sebzésem.
Ujj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 j
én élek. Nem figyeltem, hogy mindenki meghalt. Pedig fel tudtam volna szedni az embereket. Leesnek a chain lightningok. Remélem nem vág agyon. Kicsi bérek. Szerintem nem üljünk belőle simát, mármint hogy én ebből nem üljök simát, mert gagyicot szagásnánk belőle. Mehet a kompasszal. Hát úgy, hogy én nem voltam ott a lábánál, úgy nem fájt annyira. Úgy nem fájt annyira. Addig iszok. Nem tudlak inválni. Azt írja, hogy nem vagy játékban. Matt, let's go.
Nagyon kíváncsi leszek egyébként majd az új glifekre. Mint a glifek, amiket berakok, illetve azokat felhúzva, hogy így mennyire változik meg a játékom. Meg hát, ha van új aspektem is például. Hát ez, a szint az brutális módon jön egyébként. Az fix. Szintezése is meg kb. Mindenre most ez a legjobb. Ahogy hallottam, ez a pitnél is jobb. Kicsit túltalt a chain lightingot. Szintet azóta már léptünk is. Kb. 3 szint egy rán. Wow.
Esre felment a chain lighting. Jó, van azért néha durrannak is ilyen pár százezrek. Lehet, hogy ott volt egy millió is. De csak képzeltem. Úgy van valami lord. Szel a pocó. Izopocó, te nyomod ezt a szezonyost? Repülgetsz, nice. Remélhetőleg nem lesz semmitlen akadás, késés meg ilyenek. Nem bizár van. Akkor csak nem lesz gond. Magángép helye, szpocó. Tőlem megnézhetjük amúgy Neutron a T4-et. Max meghalunk, mit szólsz. Pocó Airline. Én valószínűleg amúgy itt halok.
Húha. Ma reggel óta lett meg a nulláról, nem. Most, ma csak 10 szintet léptünk. De valószínűleg nagyon gyorsan úgy szinteznét. Nem tudom milyen rekordot lehet itt állítani, de nagyon gyors a szintezés. Megnéztem délelőtt a Delta Force. Szólt úgy, hogy az volt a délelőtti program. Hát jelenleg egy 10 órán van a karakterben. De ez az új content, ez nagyon király. Ludban is nagyon király, meg így élményben is. Szervusz Zsolt. Itt egyel több hullám van. Van egy ilyen több hullám? Hát backup hullánk. Még nincs születmentesen. Múltkor, amikor
egy vagy két héten belül is többször elment az áram, akkor elkezdtem nézegetni, aztán elfelejtettem, és ja, azóta nincsen szünetmentes. Pedig kéne. Megkóstoltak. Ja, neked most volt áramszünet? Ha, lehet, hogy mostanság. Ja, nem néztem semmit. Ura, ez a Necro build? Hát most a Necro az kicsit szünetem van, így a Lutribornal játszottam újra. De kell valami más. A következő szezonban meg Spiritbornozás lesz. Akarok majd egy 50-70 jövőre, mint Final Gép upgrade, és amellett lehet bedobok egy szünetmentes is. Mindjárt olvasom, srácok. Kicsit húzoltuk a Chain Lightningot megint. Na, hogy ez nem újabb élet egyszer. Ja, az abszolút érthető. Meg így akartam kérdezni, hogy jövőre... Hogyha jövőre megjelenne egy Bloodborne PC remake, vagy bármi, abból lenne végigjátszás? Na ná. Bloodborne egyik kedvenc játékom. Úgyhogy nem elkizunk. Bloodborne PC? Bloodborne remake is ugye? Bármelyik pillanatban lehet. Hát ugye volt Bloodborne PC. Fejlesztői verzió. Csak fejlesztőnek kellett volna lenned Zakika, és akkor játszottál volna a Bloodborne PC-vel. Ez a Chain Lighting most túl lett valva megint.
Sonynak döntenie kellett, hogy vagy a Concord, vagy a Bloodborne PC. Hát akkor ez egyértelmű. Nem is kérdés. Blizzardnál meg ezzel a ládával úgy voltak, hogy az emberek úgy is klikkelgetnek. Most egy-két plusz klik mit számít? Megnézzük majd ma Ozoli úgyis. Azért is nyitogatom az itemeket ilyen bőszen, mert még nincs meg minden aspekt, aztán hát azokról ugye kiesik. Ja, elnéztem ide a charge-t kell. Megéri 3 hónapra szabadni az Apple TV miatt? Igen. Az most nagyon megérős. Nézzétek meg, nézegetem itt a tájtát, azt rám jönnek a mobok. Fele megvan most már a Season Pass-nak. Azt hiszem 90 híres. Júj, 7 Chain Lighting volt pillanatra. Azt már nem lehet kezelni.
Ingyen adnak 3 hónap Apple TV-t, ha PSN belép az ember az Apple TV alkalmazásba. Igen? Na tessék. Szépet erecsentek ott. Thank you.
Mi a fenem? Rám robbant az a szemét. Rajz! Azt mondtam. A hetedik hullám és a balliszta lelő. Hoppá, elhasználtam egy revive-ot. Bocsi. Megjött a bácsár. Fresh meat. Ez az utolsó. Most kinyitjuk a másikat is. Jó. Ez jó volt, srácok. Ez király volt. Köszi a csatlakozásit. Bauzil, meg Neutron, meg Fish. Köszi, köszi. Na most jön egy jó kis rendrakás. Igazából
kicsit már végére uncsi lett, mert észrevettem, hogy annyira nem nagyon volt sebzésem. És ilyen... kerizet nem nagyon szeretek lenni. Hogyan oldjuk ezt meg? Ja, jogos, Mauzia. Jaj, királyságos volt. Jaj, na most egy fél óra rendezés biztos lesz. Aztán egy jó kis ebédelés. Wanderer. That looks worn. I can fix it. Don't ruin all that work. Na, 16-osan vagyunk. Wow, ilyet még nem is láttam. Nyolcszázötven. Fú, te szemétjáték. Szeva, Krisz. Come back if you need the forge. Na, én azt gondoltam ki, hogy sapkákat válogatunk. Szerusz, Medi! Jól van, Vili, jó hétvégét, köszi, hogy bekukkantottál. Pás-pás, köszi, hogy itt voltál. Első és legfontosabb, cooldown Lightning Spear-es. Cooldown reduction legyen rajta. Hát eddig egyiken sincs. Hopp! Na az első. Egyetlen egy itemen volt cooldown reduction. Most átnézem még egyszer. Jó, akkor úgy néz ki, hát mondjuk elég rossz statok vannak rajta. De a Fire Resistet azt bevállaljuk. És akkor a Thorn-t leszedjük, és mana perszeket kell belőle csinálni. Az a helyzet, hogy... Cooldown Reduction-t azt nagyon nehéz lesz kirollolni, de ha találunk egy mana perszekeset, igazából
Talán azzal lehetne szórakázni. A sok pénz. Úgyhogy nem biztos, hogy ilyet megejtünk. Milyen jó, hogy takarja a stash-emet. Na most jönnek a chest-ek. Ja, amúgy nem jött valami. Egy tarrasát kéne használni az egyik gyűrűnek. Kesztyűnek meg ezt a Feast of Fate-et. Ja, valószínűleg a Lucky Hit Chance miatt van ez. Aha. Ja, hát ez nem esett még nekem. Chest, mana per sec, int max life. Hát, amúgy talán az én chestemet akkor érdemes lecserélni, hogyha Greater Affixos lesz. Úgyhogy... ezek se kellenek. Ja, basszus. Ja, egyik solyom. Oké, jöhetnek a fókuszok akkor. Azt hiszem ez minden fókusz. Fókuszból nincs jóm, tehát a ez új szezon, igen. Tehát csak jó fókuszt találatok. A legfontosabb, legyen rajta a Lucky Hit, az, ami itt ezen a fegyveren is van. Lucky Hit, Chance to Restore Resource, ilyen kell nekünk. Hát ilyen nyilván nincsen. Int max life és vulnerable damage. Int... vagy látom egyiken sincs. Nem hiszem, hogy azt a Lucky Hit-est rá tudom rollolni. Erre kéne rollolni. Tudom, hogy nem ezzel kell kezdeni. Tehát... ja, elnéztem. Crit Chance. Cooldown Reduction és Crit Chance. Édes Isten, összekeveredtem a fegyver statjaival. Jó, hát a Crit Chance-osból jó párat betörtünk. Jó, most betörjük az összeset. The forge is ready. Jaj, basszus, elnéztem. Hát akkor ennyit a
az offendekről. Jó jöhet a fegyver. Ez valószínűleg egyszerű lesz. Már kevés a staff. Majd, hogy kevés a sword. És a swordon se biztos, hogy rajta lesz ez a stat, ami nekem kell. Lucky hit int max life vulnerable. Jó, vulnerable, és az... Ja, de ez staff. Csak az jöhet szóba. Ami sword. Wow. Szeret megtartjuk. Ó. Oh. Hát az intro lesz kisebb rajta. Igazából... Látom, hogy mi a gond. Tehát itt is csak... Szava Belfagor. Jó nyaralást, merre lesz. Itt is azt nézem, srácok, hogy kb. Csak Greater Affixos kard az, ami szóba jött. Na például ez. De erre rárollani ezt a Lucky hitet, az elég életetlen feladat. Horvát? Na, jó kikapcsolódást. Következő kesztyű. Na nézzük, a kesztyű az milyen most. Hát olyan kesztyű kell, amin van Chain Lighting, Crit Chance, Attack Speed. Azon Charge Bolt van. Már egyiken sincs Chain Lighting. Kérdés, Crit Chance, Attack Speed van-e valamelyiken? Igazából erre, hogyha rollolunk Crit Chance-t, bár az a helyzet, hogy... Az a helyzet, hogy a mostani kesztyűm nagyon jó, úgyhogy ezt elengedjük. Rere Krisz. That looks worn. I can fix it. You can still use these. Oké, nadrág jön. A nadrágokból meg gyakorlatilag mindent kukázunk, tehát innen semmit nem tartunk meg. Oké, most jönnek a cipők. Amúgy jól haladunk.
olyan cipő kell, ami attacks reduce evade cooldown, tehát az például jó. Az is jó. Na és akkor ezek közül is az az, ami érdekes, hogy armor, mana, perszek, max life. Hát a jelenlegi cipő az nagyon jó. Jó. Ezen is gyorsan átmentünk. Nyakláncok. Nagyon bízom, hogy most már lesz valami olyan, ami így növel egy jó passzívot. Jesus. Cooldown reduction, Conjuration Mastery és Glass Cannon. Egy. Osztorat. Hoarfrost, permafrost. Hát ez ennyi. Egyetlen egy van. Ami Glass Cannon, de nincs rajta cooldown reduction, se crit chance. Na azon legalább van crit chance. Jó. Hát ez kuka. Két stat a miénken az mondhatni jó. Az egyik az fullos. Na nézzük, srácok. Még vannak itt nyakláncok. Nincs.
can't ruin all that work. Gyűrűből attack speed, crit chance, ilyen kell. Kéne nézni, hogy amin van valamelyik, azon van-e int, mert akkor, hogyha crit chance rollolok rá, akkor végül is jó lehet. Na például ez. Vagy az. Vagy az. Vagy ez. That looks worn. I can fix it. Come back if you need the forge. Don't ruin all that work. Jó. Nézzük a gyűrűket. Attack speedes, kritás. Attack speedes, kritás. Itt kritet kell rollolni ezekre. Na nézzük. Tehát resource cost reduction. Nem nyert. Nyert a következő. Max life helyett akarunk attack speedet. Nem nyert. Max life helyett akarunk attack speedet.
mana on kill. Beadta. Csak beadta. Rólolni kellett jó sokat, de csak beadta, és tudjátok mi lesz most. A temper nem lesz jó. Vulnerable damage kell nekünk. És vulnerable damage mellé még kell nekünk Unstable Currents cooldown. Na nézzük ezt. Beadta elsőre. Vulnerable. Nincs vulnerable. 41-50. Innen előbb adhatja be. Worldly-ből. Ja. Hopp, ott is van. Jól van. Siker, srácok. El se hiszem. Igazából ide kéne most még egy olyan, szerintem, hogy erre is megpróbáljuk ugyanezeket rárollolni. Ez kuka. Jó, ezeket kukázzuk. The forge is ready. Come back if you need the forge. Na tehát lehet egy szuper gyűrű. Hát egy szuper gyűrű, és annyi, hogy még próbálunk csinálni egy sapkát is, bár az a helyzet, hogy arra szerintem eltoltam mindenem. Tehát ugye itt kéne az, hogy ja, először temperözzünk. Tehát a melegséget kell rátenni. Thank you.
És CC duration, vagy chance to CC. Jó. Nagyon jó. Akkor a sapka megvan. Igazából... nézzük. Szervusz Naimad, szervusz Damian, üdv mindenkinek. Tehát ami nekünk kell ide, az mana perszek a torn helyére. Jézusom. Ez lehetetlen feladat. Hopp, ott van. Jó, hát itt igazából a fire-ezi, ami nem jó rajtam. De fire-eziből úgy sincs sok. Legyen így, legyen így. Így legalább van egy kis cooldown reductionünk. Úgyhogy ezt is felpattintjuk. És akkor az mehet a kukába. Azokkal meg nem foglalkozunk, mert cooldown reduction-t rollolni egy sapkára az így a lehetetlen feladat, vagy legalábbis végtelen pénz. Egy jó kis temperölés nézzük meg itt az amuletten. Vulnerable damage, az kell nekünk. Titkon abban reménykedem, hogy nem jön ki, és akkor legalább... eddig nagyon úgy néz ki, hogy nem jön ki. Konkrétan amúgy most nem fog kijönni. Hát ez... ez jó. Jó, hát akkor ez is kuka. Jó. Hát ezeket a unikokat most nem akarom átnézni. Ide meg azt mondtam, hogy a chest az jó, csak rollolni kell mana perszeket, amihez kellenek statok, szóval kész. Na, tehát akkor most kell nekünk olyan, hogy nyomtatás. Snow. Igen, ez kell. Sorcizok most a szezonban. Ez max rollos. Felkiált el D4 build. És a Firewall-lal leveleltem. De az is ott van. Felkiált el D4 build alatt. Azt kéne megnézzük, hogy van-e jobb. Mage Lord. Ennél ez a legjobb, úgyhogy ez marad. Ez a Lightning Rodos. Szerintem ez ugyanaz. Aha. Conceited. Aha, ez is maradt ugyanaz. Storm. Abból, ahogy látom, lett jobb, így van. Storm Swell, így van, abból van jobb, 24% a 15 helyett. Vajon megkaptuk-e, ami nekünk kell? Shred. Hopp, megkaptuk az aspektet. Nice. Tehát 20%-a nagyobb az esély a... izé, a Vulneréből lehet, tehát a 60% és 2 szek Vulneréből helyett 6 szek lesz, és Vulneréből sebzés szorzó növelés. Csak arra kell majd figyelni, hogy most cooldown használatánál már nem fogok manát kapni, de az nem baj. Zsír.
Van még nekünk itt egy Unbroken, ugye igen, ide megy. Unbroke. Na ez például fullas lett. És akkor van egy utolsó. Még mindig problémás van? Na, nem. Mert láttam egy buildet, ahol elvileg nem kezd felmenni a chain lightningot, hanem folyamatosan megy magától, amíg van maned. Ja, de itt nem, tehát hogy ez a build nem olyan, hogy spammelni kell a chain lightningot, az a lényeg, hogy annyi chain lightningot nyomadsz el, hogy ne fogjon el a manád. Az axiál miatt. Onnantól nem volt mana problémám, ahogy elkezdtem temperölni az itemeket. Tehát meglettek az ancestral itemek, temperöltem őket, és már is jó lett minden. Mert mana perszek, a mana perszekek azok adják. Recharge. Aha, maradt a recharge. Jó, akkor igazából meg vagyunk. Benchmarkoljunk. Hol kell CG-t craftolni? All things are available to you. Come back whenever you like. Az okkultistánál? Aha. Opa. Na. Megnézzünk egy 26-30 között itt. Tesztelünk. Most egy kis teszt jön. Jó, hát ez a 26-os az lehet, hogy egy 80-asak a mobok. Tehát lehet, hogy ennél mehetünk volna feljebb. Hát ugye addig nem derül ki, ameddig nem próbálom meg. De ez így látványra elég jó. Nézzük a cucc, ami esik, aha. Ja, így kell csinálni. Jó, tehát ez kevés. Ellenséges szintben is, meg nehézségben is.
35-40 közé megyünk. Azért kell ilyet csinálnunk, srácok, mert így fog kiderülni, hogy milyen sebzésünk van, és hogy mennyit fejlődünk. Amíg grubba vagyunk, addig ez nem érződik. Vagy akár pitet is lehetne csinálni, csak az macerásabb. Mert ott egy egyesével kell feljebb menni, itt meg legalább tudok kraftolni. Hát itt nincs senki. Jól elkimentünk a falnak. Amúgy... Most így azt érzem, hogy na valami ilyesmi nehézség, de talán egy kicsit még feljebb tudunk menni. A Pikachu build. Hát, hogyha LCD-zünk, akkor bírunk többet is. Hú, ez jó lesz. Ez ennyi volt. És innen milyen lót esik. Jó, hogy nem el jó cuccok esnek. Na, csak a crit damage érdekel minket. Ja, megjelent a vulnerable damage is. Egyetlen egy mob maradt. Még tudunk feljebb menni. Az a helyzet, hogy még bírja. Még tudunk feljebb menni. Fú, jó, legközelebb szerintem Nightmare Dungeon-ezéssel kezdünk majd. Hogy így teszteljük, hogy mik a határok. Erre gondoltam.
De most már legalább valami kis képet kaptunk, hogy a Nightmare Dungeon-okból mennyit bírunk. És már is mutatom nektek, hogy hogy állunk. Az attack powerünk nem nagyon változott. Nagyjából 10 szintet léptünk. Az életünk ment fel egy kicsit. Itt ezt nem néztem. De Battle Pass-ba legalább 10 szintet léptünk. És itt közben ilyenek is jöttek. Season Journey-hez nem nyúltunk, úgyhogy az maradt itt. Ennyi. Battle Pass 87. Ez 48. És a Mother Gift pedig 15-ösön áll. Úgyhogy itt tartunk jelenleg, majd még vissza kell rakjuk a kinézetünket. Hogy valami transmogolt legyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis diablózást. Köszi szépen mindenkinek, aki egyébként csatlakozott. Király volt. Hát lassan meg lesz a 100-as szint, szerintem a következő streamben már meg lesz. De ennyi lett volna mostanra.